Kokos Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművészek a világ legrangosabb színpadainak állandó vendégei. 26 év alatt több mint 2600 koncerten zenéltek együtt. Számos nemzetközi hangverseny alapítói. A Fesztivál Akadémia Budapest megálmodói és művészeti vezetői. És nem mellesleg 4 gyermeknek adtak életet, velük beszélgetünk ma. Sziasztok, köszöntünk! Sziasztok! 12 évesen a Zeneakadémia kiemelt tehetségek osztályában ti néha már egy padban ültetek, ugye bár már akkor szimpatizáltatok amúgy egymással? Ez inkább incselkedésekben merült ki, úgyhogy ez hivatalosan a választ talán nem, de azért voltak jelek talán. Megcsíptek? Effektíve ilyen gyerekes őrültségek, igen, inkább idősebb barátokkal barátkoztunk. De akkor mikor lobbant fel a szerelem? Hát az 17-18 éves korunkban, tehát utána 5-6 évvel később. Nagyon fiatalon összeházasodtatok. Ez mondhatjuk úgy, hogy tradicionálatok? Katalin, neked is a szüleid korán házasodtak. Illetve pontosabban az, hogy mikor házasodtak, akkor házasodtak, amikor lehetőség volt, mint hogy mi is akkor házasodtunk, amikor lehetőséget adtunk ennek, ez a diploma után volt. Tehát valójában itt a lelki, belső eldöntése a dolognak, hogy ebből majd házasság lesz, ez gyakorlatilag 17 éves koromban egyértelművé vált, az édesapámnak pedig édesanyám felé 15 éves korában, és ez az, ami azt hiszem a korán kategória. Meséltek, milyen volt az a helyzet, amikor ti úgy döntöttetek, hogy egy ez életre? Ez nagyon jó. Hogy történt? Nagyon jó. Hogy történt? Ugye jól ismertük egymást, és jól ismertük egymás hátterét is, tehát én ismertem a szüleit, tudtam, hogy honnan jön, nem nagyon volt ilyen szempontból zsákba macska, és ő is ismerte az én szüleimet, és a közeg hasonló, mert mindegyikünk zenész, pedagógus közelből érkezett, és szerintem ez egy kicsit nyomalatban, tehát hogy egy elég magabiztos érzés volt az, amikor mi sokáig beszélgettünk, egy héten át egy mesterkurzuson, amikor nem volt igazából más a környezetünkben, aki érdekes lett volna, hogy jót beszélgessünk, és akkor egyszer csak jött egy olyan utolsó nap, ez a tipikus nyári mesterkurzus, nyári tábor utolsó napja, amikor egy rádöbbenés, hogy na jó, akkor most mi elválunk, én nem megyek Kanadába, mert ott tanultam, pedig Budapesten, és akkor vége, akkor többet nem fogok tudni vele beszélgetni, és ez egy ilyen ráismerés volt, hogy tehát én nem szeretném, hogy vége legyen, és szerintem úgy nagyjából pontosan ugyanebben az időszakban volt őben is ugyanez az érzés, úgyhogy nem is bírtam túl sokáig, és fél év után már hazaköltöztem. És minden jól alakult, ugye, és nem beszélve arról, hogy van 4 csodálatos gyereketek, de az eredeti terv ugye ennél kicsivel több volt. Hát az eredeti terv, ami több volt, az nekem az óvodás koromban lévő tervem. Hát azért azt közösen, őszintén szóval nem terveztünk több gyerkőcöt, mert Katiéknál van az, hogy van Katinál egy két és fél évvel fiatalabb öccse Katina, aki egyébként szintén itt van most velünk, és a 14 éve fiatalabb húga, aki csellista, akivel a vonós négyesünket kezdtük el, és a 14 éve fiatalabb Dórinak már nem volt kis testvére, és azt mondtuk, hogy ha nálunk lenne így, akkor milyen jó lenne, hogyha a harmadik gyereknek is lenne egy kis testvére. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt a példamutató terv, vagy ez volt a példa, és aztán ez volt a mi tervünk, aztán Isten végzett. És ezt kb. 8. napon már így meg is beszéltük. Neveket is adtatok? Pontosan, egyébként terveztük a neveket, egyébként nem, ez a 6. napon volt már, mert az 5 nap tábor után a 6. napon mentünk hazafelé, és már ott neveket terveztünk, de abból egyik se jött vissza. De nem sem emlékszünk. Pont ezt akartam, azok lettek, de akkor nem. Katalin, sokat nem pihentél szülés előtt után, hiszen az utolsó pillanatig még játszottál a színpadon, és a gyermekek még nagyon kicsik voltak, még azt hiszem, hogy ahogy szoktál fogalmazni, hogy 0 évesek, mikor már ismét játszottál színpadon. 10 naposak voltak. Mi ezt így eldöntöttük, hogy nem teszünk válaszvonalat a karrier és az anyaság, a karrier és a család. A karriert nem szeretem, mint szó, de nálunk ez egy szenvedély inkább. A játék. És e között. És hogy próbáljuk úgy élni az életünket, hogy nem... Ez most lehet, hogy pár embernek ez egy kicsit ilyen furcsa, vagy megvetendő, nem tudom, de hogy mi nem az életünknek a megváltoztatásával szolgáljuk azt, hogy a gyerekek jól érezik magukat, hanem a gyerek bekerül egy ilyen sodrásba, mint egy hal a vízben, tehát hogy akkor hagyjuk, hogy hadúszon abba a vízbe, amit mi ott teremtünk, és hát egyelőre én úgy érzem, hogy ez így jól sült el.
De majd beszéljünk. Nem görcsöltök rá. Még egy pár évtized múlva is visszatérhetünk rá. Igen, ez valóban ez. De akkor Barnabás, ebben te partner vagy, tehát hogy segítesz mindenben, nyilván én szoktatáson nem kívül, de a többiben nyilván kiveszed. Igen, a részt. És ő is partner ebben az egészben. Tehát ez közösen. Igen, abszolút. Most is velünk van a legkisebb, nem a legkisebb. Mindkét. A harmadik gyerekünk, és az első. A lányok a magyarul. Igen. Ő játszik az előadásban. Igen, igen. Hanna játszik, de ő már 19 éves, tehát ő már nem gyereknek minősül, hogy úgy mondjam. De Olgát elhoztuk magunkkal. És pontosan azért, mert olyan különleges művészek között lehetünk, amit mi magunk nagyon élvezzünk. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen önző dolog, ez a Fesztivál Akadémia olyan tekintetben, hogy csupa olyan dolgot tudunk teremteni, amit mi magunk élvezünk talán a legjobban. Tehát az, hogy az ember Molnár Piroskával utazhat, és leülhet, és együtt vasorázhat vele, és hát velünk beszélget, vagy vele beszélgethetünk, meg hallgathatjuk, csak úgy a létezésében is, és nem beszélve a színpadról. Ez szerintem a világ legnagyobb csodája. És hát nem beszélve az a sok-sok zenészről, akik szintén itt vannak, vagy a sok-sok más egyéb színész, és én ebből nem szerettem volna az Olgát kihagyni, akkor sem, ha 5 éves. Úgy érzem, lubickol ebben. És energiával hogy bírtátok, bírjátok? Mert azért még most is energiába telik, hiába már nagyobbak a gyerekek, vagy a kisebb, akik... Mit? Hát, hogy például a csecsemő az nem arról híres, hogy átalussza az egész éjszakát. Átaludták. Akkor szerencsések vagytok. Ja. Én nem tudom, én szerencse. Bocsánat, hogy belépültettem. Hát azért máshogy oldottad meg, tehát megoldottad, hogy átaludják, azért mondjuk hát, így. Hát, mert a vonos négyesünk két új tagjának is most megszületett a kisbabája. Hát azért is álltad vissza. És hát ahhoz vannak technikák. Igen, szóval, hogy szerintem nagyon erősen hittem abba, hogy a gyerek át kell, hogy aludja az éjszakát, mert az a dolga, hogy aludjon. Nagyon más volt nálunk a nappal, meg az éjszaka. Sok-sok családnál látom azt, hogy lesőtítik a szobát, nyugalmat teremtenek, még a napközben lévő alvásnál is, de nálunk napközben egy elképesztő bizsergés meg sodrás volt. Tehát hogy nem lehetett nem észrevennie már 3 naposan is azt, hogy most nappal van, mindenki zenél meg pörög körülöttem, és én kendőztem, tehát állandóan kendő, jártunk, és amikor ott volt, hogy este, és én fáradt voltam, akkor a gyerek az én rezgésemet vette át, és akkor volt a nyugalom, és mi nem külön ágyban aludtunk, mellettem érzett, önkiszolgáló életmódot folytatott, tehát ő meg tudta találni azt, ami neki szüksége volt. Fél éves koráig csak szoptatta mindegy gyerekemet, tehát hogy volt, hogy nagy esti, mielőtt a színpadra lépek, Csajkovszki hegedű verseny, és akkor nagyon gyorsan még egy kis szoptatás azért, hogy nehogy... Szünetben is? Hát akkor szüksége volt. De a koncert előtt azért, hogy koncert közben ne legyen az, hogy sír, és mondjuk éppen ott van valakinek a kezébe, akiben megbízom, de akit még esetleg nem is láttam az előtt. És hogy egy gyermek akkor nyugodt, hogyha tele van a pocakja. De hogy ezeket így megbeszéltem vele, és hát most 4-4 bevált, most lehet, ha jön egy 5., akkor máshogy viselkedne, de ja. Én szerintem nem. Hanna amúgy ugye a legnagyobb gyereketek, ő amúgy hangszeren játszott, zongorázott gyerekkorában, igen, de végül a színészi pályát választotta. Ti amúgy mit szóltatok ehhez? Szinte mi küldtük a Földesi Margitnak a drámaiskolájába, ahonnan csodálatos híreket hallottunk, és megismertük Margitot, és tüneményes lény, akit imádnak a gyerekek, és ha színész lett volna, ha nem, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ilyen szakkör, dráma, iskola, ilyen játékos helyzetgyakorlatok, azok mindig nagyon, nagyon jót tesznek a gyerkőcöknek, és azért a zongorát sem hagyta abba sokáig, még most is zongorázgat, illetve gitározik, énekel, tánc, tehát azért a zene és az ének az nagyon ott van, nagyon fontos neki, és abszolút támogattuk. Tehát már a hegedűnél azt mondta fél év után, hogy mama, papa, én nem szeretnék hegedülni, de miért? Mert fáj, meg nehéz, meg nem tudja azt játszani, meg fárasztó, és nem tudja azt játszani, amit szeretne. És akkor utána zongora lett, akkor utána azt is mondta, hogy hát nem baj, hogyha én nem ezt az életmódot választom. És akkor nekem az szimpatikus volt, hogy egy gyerek az kipróbálja, benne van, és eléggé egyértelműen dönt, és azt elmondja, tehát... Ez egy fontos és dolog. És te elfogadjátok. Igen. Azt láttam, hogy tehetséges, és ő színpadon lubickol, de ugyanakkor azt pontosan tudtuk, hogy ez zongorista. A pályán akkor marad meg, a színpadi pályán, hogyha egyrészt fanatikus, másrészt napi 8-9 óra gyakorlás. Tehát, hogy ez zongoristák az egy másik, szerintem még sokkal intenzívebb, durvább, hogy is mondjam,
szintén ilyen gyári futószalag szerű gyakorlást igényel, mint a hegedűsöknél. Úgyhogy azért nem szabad ezt erőltetni. Hát az elején. Ezt a fanatikus intenzitású pályát nem szabad erőltetni, mert tönkre mehet bele a gyerek, hogyha ön belül nem érzi ezt a készletet. Igen, hogyha nem szereti, akkor mindenképp kényszer, és akkor ha nem szereti a munkát, mert szeretheti a színpadot, meg szeretheti a hangszert, de az ilyen, az megmarad annak a szeretetnek, ami nagyon sok kell olyan ember, akik nagyon szeretnek játszogatni, de nagyon kevés olyan kell, aki mindenét ráteszi. Mondjuk Hanna 11 éves volt, nem mondom, hogy 11 éves korában sok gyerkőcöt találni, akik nagyon szeretnek gyakorolni. De ha a vágy bennük van, hogy azért ők ezt nagyon szeretnék csinálni, és imádják, hogyha műveket előadhatnak a színpadon, meg szeretnének új műveket tanulni, akkor kell segíteni őket és inspirálni, finoman szólva, hogy gyakoroljanak. Gazsi fiatok viszont hegedül. Igen. Virtuózok, döntőse volt, országos hegedű versenyt nyert meg, és nagyon könnyen önállósodtak a gyermekeitek. Hát Gazsi már Kárpátalján zenélt, még tizenévesként szalonnálva. Mennyire vagytok ti izgulós típusúak, mikor nincs mellettetek a gyerek? Nem értem, a gyerek miatt izgulok? Igen. Nem vagyok izgulós típus a gyerekek miatt, mert mindig olyan közegbe hagyjuk őket, ahol maximális a biztonságuk egyrészt, másrészt pedig a gyerekekben magukban nagyon erős a bizalmunk. Ez szerintem így kialakult, ahogy mondtuk is az elején, hogy 10 napos koruk óta velünk utaznak, és ők megérezték, vagy nagyon intenzíven beleláttak abba, hogy mi hogyan élünk. Miképpen gondolkodunk, hogy vesszük a reggelit egy hotelbe, vagy hogy köszönünk a portásnak, vagy hogy hogyan állunk neki a mindennapi munkának, miképpen kommunikálunk a zenészekkel, hogy vagyunk a színpadon, meg egyáltalán az egész életről, egy mentalitást. Hogyha egy nagyon erős dózisba kapják a gyerekek, akkor utána már csak bízhatunk bennük, hogy ez megmarad. Vagy az utazáskor hogyan érdemes, meg hogy kell, meg néha hogyan muszáj viselkedni ahhoz, hogy az ember esetleg egy hosszú repülőúton jobb helyen üljön. Hát mit rosszabb? És amúgy a kisebbek, Olga és Zsigmond, ők vonzódnak a művészet fele, vagy érzékeltek már? Olga már lassan egy éve tanul hegedülni, és nagyon szereti. És balettozni. És balettozik is, Alessiánál. Popova, Alessiánál. És... Nagyon-nagyon szereti a színpadot. Nagyon szereti. Tehát ő neki már sok koncertje volt, tehát sokszor lépett fel, nagyon készül. Egy kislánynál a felöltözés része az legalább annyira fontos, mint az, hogy maga a kiállás része, hogy éppen milyen ruhában vagy, nem tudom. Tehát, hogy ugye minden egyben. Egy lány királylány lehet a színpadon, és ez egy nagy érzés. Ahogy Hanna, amikor Rómeó és Júliában az erkély jelenetet gyakorolta és mondogatta, akkor azt Olga tanulta meg már 2 évesen, szinte 2-3 évesen, és mondta kívülről. És most már ugyanez a hatás érződik a Zsigmond kisfiunkon, aki 2 éves sincs, de az óvodai himnusz gyakorlásra, amikor Olgával gyakoroltuk a himnuszt énekelni, akkor meg azt vettük észre, hogy egyszer csak a Zsigmond megtanulta a himnuszt. Diadalittasan énekli. Tudja az egész család. Mi az az értékrend, amit feltétlenül szeretnétek átadni a gyermeketeknek? Hát ez így, az, ahogy élünk. Na de az mi? Hogy? Milyen értékrend szerint élünk? Hát szerintem ilyen egyszerű, normális, tradicionális értékrend az, ami, tehát nincsen semmi különös, mint hogy fontos a család, fontosak a gyerekek, törekszünk mindig arra, hogy fejlődjünk, szakmailag is, emberileg is, fontosak a körülöttünk levő emberek. De egyébként a fejlődés az minden szempontból és korosztálytól függetlenül, tehát ahogy a gyerekeknek, úgy nekünk is. És egy nagyon jó dolgot mondtál, a bizalom, ami megvan köztetek, az egy nagyon fontos dolog. Igen. Még folytatjuk a beszélgetést, nem engedünk el titeket, csak átadunk pár üzenetet. Újra itt van velünk Okas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművészek, akik egyszer azt mesélték magukról, hogy Barnabás a kőszikla, te Katalin a vihar. Hogy is van ez? Hát, lehet még akár bástya is. Mert hogy ő a bástya, én. Akkor én mi vagyok? Hát, te mondjuk... Én madár körülötte. Nem tudom, most pont Vivaldi 4 évszakát fog játszani itt, és abban elég viharosan fogok hegedülni szerintem néha, és mondjuk pont a darabból jön ki, de én nagyon-nagyon szeretem
az erős kontrasztokat és a nagyon erős érzéseket megélni intenzíven. És az néha talán így átcsap egy kicsit. És ő pedig olyankor úgy, ha kérem, vagy ha nem is kérem, talán akkor is így próbál kicsit néha így visszahúzni, hogy a gyökereket az ember így valahogy így ne szaggassa el. A Nyugalomszigetnek is nevezhetünk. Igen, a Nyugalom szigetén a bástya, és körülte a szélvihar, ez nagyon jó, szép. Nem, hogy vita kerülő vagy, akkor azt jelenti? Vagy belemész, de inkább nyugodt vagy. De én azt gondolom, megoldó, vita megoldó szerintem. Így van. Aha, vita nem kerül. Ahhoz bele kell menni, de aztán megoldó. Aha, oké, ez jó. Ez egy racionális megoldás. Tehát ő sokszor, ha kérdések merülnek föl, akkor ő ügyesebben használja a gondolkodásának azt a részét, hogy hosszú távú jövőt látva tudja így lebontani a dolgokat azokra a kockákra, amik alapján aztán végig tudunk menni. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy ilyen intenzíveben csapok bele a dolgokba, de nem egymás közötti veszekedésről vagy vitáról van, szerintem most itt szó, az nem nagyon van, hanem inkább általánosabban az életről. Barnabás mosolyog amúgy. Nem arról van most itt szó, hát most itt nem arról van szó. Hát nem, mert most ez így ezt mondjuk akkor olyan, mint hogy én állandóan ordibálnék, és akkor te mindig jutatna, de hát ez nem ment. De néha kell vitatkoznom, hogy az jó, az feldobja a kapcsolatot, az nem? Jó, én is. Nem nagyon van időnk erre, tehát hogyha most így ebbe belementünk ebbe a témába, annyira intenzív az életünk, uh-huh. És hogy ja, hihetetlen sok dolgot csinálunk, így szinte olyan érzésem van néha, mint hogyha nem tudom, én lennék a polip és 8 karommal, mindegyikben uh-huh. Egy agy lenne, amivel gondolkodok, és cselekszem. És hát olyankor az embernek nem, nincs ideje más dolgokra foglalkozni, mint azzal, hogy hogyan halad. De amúgy egy energiabomba vagy, biztos, az látszik rajtad, hát, hogy... Máskülönben nem lehetne ezeket a dolgokat. Amikor nehezebb pillanataitok vannak, akkor hogyan lendültök túl rajta? Mert például nálunk a családban volt egy olyan történet, hogy a lányom, amikor a legrosszabb dolgokat csinálta, akkor mindig azt mondta, hogy szeretlek, és tudta, hogy engem ezzel levesz a lábáról. Engem nem. Nem? A lányod? Igen, de ez nekem nem elég. Tehát a szavak biztos nem elég, hanem azt hiszem, hogy inkább a tettek azok, amik rám hatnak. Tehát effektíve a cselekedet most. Milyen tett? Bármilyen. Nem olyan, hogy hozok egy csokor virágot. Jézus, nem. Igen, szóval az én nem tudom, milyen szeretett nyelvem, de az nem az ajándék, és nem a szavak, az biztos. Tehát tenni. Csak hogyha valamit vagy rosszul tett bárki, vagy nem csinált, akkor amíg nem lesz egy olyan alkalom, amikor ezt nem jóvá teheti, de egyébként a jóvá tenni most szó szerint, tehát megtenni azt, amivel jobb irányba terelődik a helyzet, azt adott esetben meg kell várni, mert lehet, hogy ez egy nap, vagy két nap, vagy jövő hét, vagy valamikor máskor lesz egy olyan történet, amivel olyasmit tudnak vele tenni, nem csak én, vagy bárki családban, vagy barátok, növendékek, bárki, akkor azt a Kati megvár, és hogyha a dolog valóban jobb irányba fordul, akkor megéri, és megvan a gyümölcse, úgyhogy mindenkinek szeretném. De ez nem egy bosszú álló mert én skorpió vagyok, és akkor az meg akkor, de hogy rám az nem jellemző, hogy nem ez a haragtartás, hanem csak az, hogy ott akkor az úgy dolgozik, hogy most akkor hogyan tovább. Hát igen, de az ember legyen felelős a tetteiért, tehát ez ilyen egyszerű. Hát kíváncsi vagyok, hogy van ez szakmailag, ugye, mert együtt dolgoztok, ugye, elismert zenészek vagytok. Kritikusak vagytok amúgy egymással? Iszonyatosan. Nagyon. Aha, tehát akkor elmondjátok azt, de hogy mit... De rendkívül építőn, amit hamar megtanultunk, az ideje, az, hogy mikor mondjuk el ezt a dolgot. Uh-huh. Mert az nem mindegy. Az nagyon nem mindegy. Azzal a legjobb szándékkal is, ha rosszkor mondom el, akkor csak ártok. Uh-huh. Van olyan kritika, amivel tudom, hogy elmondom bármikor az első hallásra nem fog jól esni a másiknak, ez kettőnk közt is, de bárkivel, uh-huh. De aztán tudom, hogy azt is mérlegelni kell, hogy érdemes elmondani, ha nem kettőnkről van szó, mert nagyon sok kritikát az ember nem mond el, hanem magában tartja, és legfeljebb azt mondja, hogy egy álom volt. Az a valami, ami nem tetszett. És mind a ketten tanítottok, és ki a szigorúbb tanár közületek? Még van egy tippem őszintén. Egyébként lehet, hogy te vagy az, de hosszú távon nagyon, tehát a magam módján tartanak tőlem is a növendékek, és eléggé komoly rendszeren. A tartás az egy rossz szó, respektálnak. De, igen. És az egy másik szó. Hát nagyra tartanak. Nagyra nem. Tehát, hogy fontos nekik. Igen, mert ahogy hegedűsz, úgy tanítasz, és
az elvárásaid is hasonlóak, de hogy ez egy, az amikor azt mondja az ember, hogy tartanak tőlem a növendékeim, ez egy félelmet is jelentett, és én szerintem nem félelem van. Egyébként az első 8 év a Zeneakadémián olyan volt, hogy panaszkodtam az édesanyámnak, aki szintén ugye már pedagógus, hogy hát egyszerűen nincs az osztály, amit tehát nem úgy, nem dolgoznak, nem olyan fontos nekik, és így ment ez a viharkodás. És akkor mondta, hogy mert az úgy működik, édeslányom, hogy 8 évig minimum ugyanazon a szinten, ugyanazzal az alázattal és szenvedéllyel és következetességgel kell tanítani. Jó szó, ez a 3 szó, az így. És hogyha elérted azt a 8 éve, 7-8 évet, és ez állandó, és ezt tudják rólad, már nem jelentkeznek hozzád azok, akikben nincs meg ez az alap, és ez így lett. Tehát, hogy eljött az a 8.-9. év, és elképesztő jó osztály volt már a Zeneakadémián, és mindegyik nagyon dolgozott, egymásnak is sokat játszottak, tehát sok közös óránk volt, és egyszerűen már később folyosó pletyka volt az, hogy hozzám csak az megy, akinek tényleg szenvedélye. Máskor már nincs értelme, nincs közös nevező. Igen, ezt alá tudom írni. Na, de amikor ti nyaraltok amúgy, amikor pihenés van, amikor nyaraltok, amikor pihenés van. Megesik néha. Ha van ilyen amúgy, akkor ezt is hangszerrel csináljátok, vagy a hangszer az mindig elkísértéteket? Szeretnénk mindig olyan időszakot, amikor nincs hangszer. Sajnos sok olyan nyár volt, amikor szinte egy-két napra tudtuk csak letenni a hangszert, és akkor a nyaralás, pihenés közben ott is ott volt a hegedés, elő kellett venni, mert ha egy nyaralás utáni nap fontos próbám van, akkor az a nyaralás nem addig tart, amíg nem kezdek próbálni, mert akkor nem tudnám meghozni a hegedűt. A hegedű az nem olyan ám, hogy tehát azt, már Liszt Ferencnél is híres az a mondása, hogy ha egy napig nem gyakorol, ő veszi észre, két napig a növendékei, harmadik nap már a közönség. Hát vonós hangszernél, ahol legalább olyan de a legmagasabb szinten az nincs különbség a hangszerek között, tehát ez tökéletesen érvényes ránk is. A katona története egyik, a trombitással, Horváth Bencével arról beszélgetünk, hogy végülis ez egy nyaralás. Tehát beszállunk a buszba, utazunk 8 órát, vagy mennyit. Játszunk. És az utazás közben az igaz, hogy elintézünk egy 3 versenyt, aminek összefüggő versenyanyaga van, és ma már talán kint is van a neten, de hogy mégis valahogy az ember a másik környezetbe lép át, amit szeret, csinálja azt, amit szeret, mert játszunk, próbálunk, ezekkel az emberekkel vagyunk együtt. Tehát végül is ez egy nyaralás. Most az a nyaralás feltétlenül, amikor lógatom a lábam, és nem csinálok semmit, nem biztos. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogyha ugyanaz a munkánk és a hobbink is. De Barnabás, te hajós kapitány vagy amúgy? Elő-előfordul. Igen, de egyébként én is. Aha, akkor mind a ketten azok vagytok. Úgy képzeljük el, hogy kihajóztok, és ott a tengeren, a hullámok fölött húzzátok. Még olyan is van, igen. Hát ez egy nagyon öreg hajó, úgyhogy redbe kell mindig kapni, de ha igen, egyébként. Igen. Egyébként, ami most van, azt én nem vezetem. De a papíron megvan rólam. Tehát a lényeg az megvan, de illetve nem lényeges az megvan, de a lényeges az nem. Tehát, hogyha ő neki baja lenne, akkor én nem tudnék parkolni ezzel a hajóval. És ilyenkor mind a 4 gyerek ott van amúgy? Vagy a hát nagyobbak már? Sokáig ott voltak, amíg még a legnagyobb mondjuk 17-8 volt, és épp megszületett a negyedik, de most már nagy dolog lesz szerintem, ha mindenki egyszer lesz egy helyen. Mi az igazi sikerélmény számotokra? Vagy melyek azok a sikerélmények? Ha egymásnak tudunk tetszeni. Ez egyébként szerintem egy jó válasz. Az a legjobb, legfontosabb. Bármilyen kritikát írhatnak, bármekkora ováció lehet, hogy ha én már érzem, úgy is érzem, hogy mit fog mondani. Ha meglepetést tudunk okozni. És igen, hogyha még a vártnál tudunk nagyobb örömet okozni. De ez most konkrétan a koncert. De valójában annyi sok dolog történik, és vannak olyan napok, érzem az elmúlt 5 hónapban szerintem szinte minden nap olyan, mintha egy ilyen gyors vonattal, vagy talán hajótörő, vagy jégtörő hajóval száguldoznánk, és itt tényleg kinézek, és ilyen iszonyatos sebesen így megy a táj hátrafelé, és mi meg törjük a jeget, kicsit ez az érzés néha, mindent a kultúráért címen, és hogy minden nap, amikor visszatekintek, és akkor azt mondom, hogy alig kapok levegőt, mert olyan az érzés, mint egy ilyen sprint, után, és mégis annyi minden aztán megtörtént. És az a bizonyos, annyi minden megtörtént, az sikerélmény, és sok kicsi sikerélmény van. Emiatt éri meg, emiatt érezzük azt, hogy következő nap legalább ennyit bele kell tenni. Ha egyszer ennyit kellett azért, hogy ennyi történjen, akkor nem leállni kell, hanem menni tovább. Tehát ezt a turnét, mire ez, ahol most vagyunk,
pont erről beszélgettünk, hogy ez valami eszméletlen mennyi munka, mire ez így összekerül, és most itt vagyunk, és most nyaralunk. Van egy jó csapat természetesen, aki segít, de hát ugye itt ez Marosvásárhely mellett Csíkszered a Székelyudvarhely, utána Budapesten és Magyarországon is, aztán sok városban, színházban el fogjuk játszani ugyanezt a műsort. Amúgy, ha ti a mai nap mondjuk egymásra néztek, akkor hogyan látjátok egymást? Hogyan változtatok ti a 27 év alatt? Én mindig aggódva nézek rá, hogy nem fáradt-e a szeme, hogy jól van-e, mert amikor az ember ilyen szinten így meghajtja, akkor úgy figyeli, hogy miért nem szakad el a cél, még bírja-e, még rugalmas-e az anyag, szóval, hogy bennem most egy kicsit ez van. Az adrenalin azért kell, hogy utána annyit adjon, hogy az úgy helyre rázza az embert. Mert ez az egész csapat, rád? Ez nagyon sokat ad. Hát én ugyanúgy nézek rá. Így aggódsz? Nem, mint 27 éve ugyanúgy nézek rá. Én azon gondolkodom, hogy ez nem érzek igazán különbséget. És amit el kell mondjuk, hogy minden egyes állomáson, itt Erdélyben is, és Magyarországon is, akárhova megyünk, mindig mesterkurzusokkal vannak összerakva ezek a napok, és ma a koncert délelőttjén is, három órát tanított, mindenki. Szinte minden művésze az egész csapatból. Tehát itt a liceumban 14, 5, 6, 8 éves diákok jöttek ma. Szerintem is. Kb. 30 oklevelet írtam. Hegedűs tanítottunk, rengeteg oklevelet írtunk nekik, hogy azt is adjunk. Szuper. Hát mi kívánjuk nektek, hogy legyen még sok szép koncertetek, vastaps, és ugyanígy nézzetek egymásra még 30-40-50 év múlva is. Úgy legyen. Köszönöm és gyermek még Erdélyben. Örömmel. Mindenképp. Köszönjük. Köszönjük szépen.